Homonai Luca minden idők egyik legnagyszerűbb eredményével zárta az idei ifjúsági világbajnokságot. A Grabovlasz Győr kajakosa előbb a női négyes tagjaként nyert világbajnoki címet, majd a tavalyi elsőségeit is megvédte a két egyes számban, így már ötszörös világbajnoknak mondhatja magát. A 2015-ös év eredményei alapján Kajak Oszkárt is kiérdemlő sportoló, ráadásul három olimpiai számban diadalmaskodott. Így nyugodtan mondhatjuk, a tokiói olimpián minden bizonnyal már nagyon komolyan kell számolni vele a vetélytársaknak. Ugyanezt a női kenuban is elmondhatjuk, hiszen ez a szakág már a 2020-as olimpián ott lesz. Az 501-es lakatos Zsanett, a párost Balla Virág és Devecseréné Takács Kincső nyerte. Utóbbiak a sprint távon még egy ezüstérmet is bezsebeltek. Így elmondhatjuk, hogy valóban kiemelkednek az élmezőnyből. Ezüstérmes lett a férfi kajak négyes tagjaként 1000 méteren Erdősi Csaba. Az olimpiai távon rendezett ifi versenyen nagyszerű pályát ment a magyar válogatott, és ért oda a második helyre. A győri férfi kenusok két bronzérmet szállítottak. 1000 méter párosban olimpiai távon Krasznai Péter és Takács Mihály végzett a harmadik helyen. De utóbbi Hajnal Jenővel együtt tagja volt a férfi kenu négyesnek is, amelyik 500 méteren lett dobogós. A 11 döntőből tehát 9-et éremmel zártak a Grabovlasz Győr versenyzői. Ezzel a magyar válogatotthoz hasonlóan ők is minden idők legsikeresebb korosztályos világbajnokságát könyvelhették el.